Kedvenc beszélgetései támogatója a Douglas. Estét kívánunk. Parancsolj fogalját, így derül, ez a jobb profilom. Hát... Régen ezt csináltuk. Ültünk a piacba elég sokáig, szót nem szóltunk, de mindent megbeszéltünk. Na de azt tudni kell, hogy mi az a piac. Ki nem tudja. Hát sokkal. Szerintem ez egy mulató volt a Nagymező utcában, ahol mindenkinek saját kulcsa volt. És akkor este, mikor innen a színházból elmentünk, akkor kulcsa lehetett bemenni a piacba, és ott üldögéltünk. Én mindig csöngettem. És ez egy nagyon jó hely volt. Volt dizőz is, és oda jártunk minden este, és én oda szoktattam a főiskolásaimat is, és elrontottam őket, ott ilyen szórakoztak. Szacsi meg a kutyáját vitte, aki nagyon helyes volt, mert az első kutyája az első sör után még nyugodt volt, de a második sör után már ugatott, hogy haza kell menni. Így, hát néha lement, megbámulta a közönséget egy virslire, hogyha valaki virslit rendelt, akkor ő azt úgy érezte, hogy abból neki is jut, és akkor szépen visszajut. Na jó, hát én csak éjfélig bírtam a dolgot. Sokáig. Hát... Jaj, eszembe jutott valami. Volt nekünk egy sarokhely, az volt tulajdonképpen a Micu törzs helye. Én mint vendég voltam ott többnyire. Egyszer nem volt ott Miklós, és Cseh Tamással ültünk együtt. Kicsit erősen be volt nyomba, és hát mondtam, de arra ugyatok, én most már megyek, mert nem bírom a füstöt, meg a kutya se bír. Úgy nézett rám, mint aki meg akar folytani. Hát nem tudtam, hogy az ő indián neve Füst. Hát szóval ennek a színháznak mind a ketten ő tagja, mai napig is, én 17 évig voltam tagja. De hát, hogyha és a kezdetektől volt. Bocsánat, azért, hogy alapító tagok. Alapító tag, Szacsi most is itt van, mint alapító tag. Én még itt vagyok most. És 1982-ben, igen, ha jól emlékszem, akkor a Nemzeti Színházból jöttünk át. Akkor nagyon izgultunk, hogy most kit hívnak át, a Zsámbékiék meg a Székely Gábor. És akkor mindig minden nap hallottuk, hogy ő. És aztán egyszer csak minket is áthívtak. És tulajdonképpen az a kezdő időszak és az a kezdő pár év, az csodálatos volt. Az a 7 év, mint egy nagy szerelemben éltünk együtt, nem itt a Sufniban, hanem odáta a Nagyszínházban. Ez még nem is volt meg, ez még nem is létezett ez a kamra. És én meg kell őszintén mondjam, már természetesen a magam nevében beszélek, nem a barátom nevében, hogy az a 7 év volt az, amiben az ember tulajdonképpen megtanulta a szakmát. Tulajdonképpen elsajátította azt az etikai és színészi hozzáállást, amit a színház megkövetel. Tehát mi olyan leckéket kaptunk a Székelytől és a Zsámbékitől is, hogy ez a mai napig tulajdonképpen bennünk működik. Persze természetesen voltak akadályok is, meg rossz napok, meg rossz hónapok, de az a 7 év, amit itt, meg a Pilvaxban, meg a tulajdonképpen a Zsámbéki lakásán is töltöttünk, az csodálatos volt. Ebben az évben volt a bemutatója a Menekülésnek, a Catullusnak. Áthoztuk a Mirandolinát a Nemzeti Színházból, amit én borzasztóan szerettem. És akkor a Catullus és a Menekülés az nekem egy külön élmény volt.
és utána az emberállat elény, amit Egerben próbáltunk, és nagyon jó hangulat volt, és akkor behoztuk ide a Katonába. Szóval az a pár év nagyon gyorsan eltelt, és utána bizony kezdődött nekem, vagy számomra az egy picit, hát nem is rosszabbak, hanem talán nem odafigyelések, vagy nem kaptam meg azokat a feladatokat, amiket előtte megkaptam, és utána bizony kellett várni egy-két dologra. De hát jöttek a fiatalok, és nagyon sok osztály jött, ment, mint ma, és át kellett adni a stafétát. Hát ez kezdetben, ez egy fantasztikus társulat volt. Nem én találtam ki, de valószínűleg mindenkire színházat lehetett volna alapítani, olyan társulat gyűlt össze. A Katonából, vagy a Nemzetiből kb. 30-an jöttünk át. Hát ide tartozott persze a Szolnoki társulatból egy pár ember, akkor főleg Kaposvárról is jöttek, hát gondolok itt Molnár Piroskára, Koltai Róbert, Pogány Judit is itt volt, szegény Helyei László, aki már nincs közöttünk, Rajhona Ádám, és hát hosszan sorolhatnám még, hát tehát fantasztikus nevek gyűltek össze. És hát kezdetben úgy indult, legalábbis mindenki ezt hitte, hogy na, ma én statisztálok neked, te játszod a főszerepet, de majd a következőben majd te statisztálsz nekem, és én játszom. Aztán megint ő játszotta, megint ő játszotta, és hát ez sokáig így ment. De hát én nekem van egy, hogy mondjam, nem a nagy szerep a fontos. Kis szerep is lehet jó, lehet abba is nyújtani valamit. Egy jó nézés sokszor többet ér, mint ha elmondok 80 oldalt, aki a kutyát nem érdekel. Én mindig anyám jut eszembe, kinek, nem tudom, fiam, valamikor láttam, hol is láttam. Egy előadás, hogy ki, rendben, mi volt a cél, nem tudom. Egy dologra emlékszem. Csuklott a szereplő, és mondta, hogy ámlegetnek. Ez megmaradt. Úgyhogy ezt sokszor beszéljük így már egy öregen egymás közt, hogy a színészek munkájából legfőképpen a sztorik maradnak meg. Hogy ki mikor, mibe volt jó, vagy nem, ez feledésben merül. Az, hogy ki rontott, vagy bakizott, vagy azok örök életűek, azok megmaradnak, mint sztorik. Jó, hát szabad ne felejtsd, ugye beszéltél, hogy a kis szerep, nagy szerep, hát nagyon sok pici szerepet játszottunk valóban, te is, meg én is. Nagyon sok nagy szerepet játszottunk, te is, meg én is. De például emlékszem én arra a pici szerepre, amivel te bejártad a világot, hogy amikor ültünk a Katona nézőterén, és néztük a Játékos című darabot, akkor a titkár bejött a nézőtérre, így csinált, és én kérdeztem, hogy engem, nem a Szacsvait. Szacsi felállt, nem tudta, miről van szó, és egy perc múlva láttam a színpadon, mint hegedű művész, és ott hegedült, hát nem a Játékos című darabba, mert nem jött be az... Úgyhogy érdemes színházba járni. És akkor bejárta ezzel a világot, hát és nem, ő lett Közép-Európa legrosszabb hegedűse. Hát, ezt meg is írták, hát, ugye? Hát jártuk a világot, ugye? Hát, ez, hát például az is egy, nem szabad elfelejteni, hogy a katonás lét az mit hozott. Hát elképesztő hány helyen léptünk fel. Voltak olyan szezonok, amikor többet voltunk külföldön, mint itthon. És hát ez értendő. Észak-Amerikára, Dél-Amerikára, Ausztráliára, Európában nagyon sok helyen. Én még Szöulba is eljutottam, meg Hongkongba. Hihetetlen dolgok, hogyha visszagondolok, hogy bejártuk a világ. De a hegedűsről mesélj. Azt akarom mondani, a heged. Hát a hegedű az úgy indult nálam, hát van egy nővérem, akivel együtt kezdtünk hegedülni, ő 40 évet lehúzott az AHZ-ba. Én gitározni szerettem volna, Dafke hegedűt vettek. És a zongora. Zongora az semmi. A zongora is volt. Várjál, hát most odobb a hegedű. Várok. Na, lényeg az, hogy én nagyon untam a hegedűt, meg hát akinek van gyermeke vagy ismerősi, aki hegedülni tanul, azt hallgatni az rémes.
És hát mikor elfáradt a kezem, szegény anyám húzta a vonót. Egy szobás lakásunk volt, a nővérem gyakorolt benne a szobába, én meg a konyhába le volt hajtva a kredenc, azon volt a kotta, amiben fogalmam nem volt, mert kottát mai napig nem tudok olvasni. Én csak fülhallás után szoktam hegedni. Úgyhogy ki, vagyis úgy magam a tapogatós hegedűsnek hívom, meg kitapogatom, és hát azt be kell gyakorolni, és akkor valamelyest megy. Na most ez a Übü király volt az első hegedűs fellépésem, mert Zsámbéki kérdezte, hogy ki milyen hangszeren játszik. Hát Végvári Tomi mondta, hogy ő tud egy kicsit zongorán. Jó, akkor te zongorázol, egy felfordított zongorán, így. Én mondtam, hogy hát egy kicsit tudok, jó, te fogsz hegedülni. Vajdai Vili dobolt, egy főiskolás fiú gitár. Ez volt az Übü Big Band. Na most ez tulajdonképpen egy zörej brigád volt, tehát zörejeztünk, és hát hangulatot adtunk az Übü jelenetei alá. És hát érdekes módon, az évekkel később derült ki, hogy Szentetyenbe is fölléptünk egy fesztiválon, és az Übü Big Band nyerte a legjobb zenei díjat. Ezt évekkel később tudtuk meg. Na most aztán voltam, Miklós nem vállalta mit? A Pergünbe a Tot, a ja, halál szerepét, és én meg elvállaltam. És a repülőtéren találkoztam a filmgyárral, utaztam Kelet-Németországba, Balti-tengerhez, ami egy fantasztikus volt, mert egy háromárbozós vitorlás hajón volt a forgatás, és hát hihetetlen nagy élmény volt. Viszont a katona ment Stuttgartba, ami nyugatra van. Hát ez nagyon érdekes volt, így ment bennem a tremoló, és mikor hazajöttem, hát hogy ők nyugatra, én meg kelet, megkérdeztem a nővéremet, mert két Csajkovszki etűdöt kellett játszani a három nővérbe. Egyet, mint öreg koldusként, és egyet színfalon kívül, mikor Andrej hegedül, az is én voltam kintről. Mert hát nem hegedült olyan nagyon jól Andrej, meg a koldusokat is azóta jelenet. Na, menjetek, ne zörögjetek itt, úgyhogy elég hamar kimentünk. Viszont bejártam vonóval a világ körül. A három nővér rengeteget utazott, aztán később egy repülőjegyet is megspóroltam a színháznak, mert a revizorral ment együtt, akkor a revizorban szerepem volt, akkor nem kellett vinni, meg hát két idős ember játszotta itt, volt egy tangoharmonikás néni, aki olyan 90-es éveibe járt, nagyon büdös volt, és volt egy idős bácsi, tehát ők már nem vállaltak repülőutat. És hát akkor én jártam a világot a hegedűvel, mindenhonnan kizavartak, mert az instrumentális művészet az már, ott gyakorolni kell. Az ember keze izzad, izgul, hogy azért valami hang jöjjön a hegedűből. Szóval csak a menj már a csodába, ne zörögjél, mentem ki a folyosó. Ne, mentem a WC-be. Londonban, az Old Vic színházba megtaláltam egy csiga lépcsőt, ami fölvezetett az Old Vic színház tetejére. Nem mondom, itt gyakorolok. Megdobáltak az utcáról. Hát ez nem esett jól. És Hágába szintén volt egy fesztivál, ahol hát fantasztikus kritikák jelentek meg a három nővérről, Csoda, a Lajtán túrról. Hát ez rendszerváltás előtt volt, akkor még nagyon dotálták, onnan fizettek külföldről mindent, luxus szállodákban laktunk, meg hát Gázsi az ment a kamrára, nem tudom, értik-e, amit mondtam. Na, mindegy, lényeg az, hogy megjelent egy kritika, hát hogy Csoda a Lajtán túrról, és hát egy fantasztikus előadás, de a világítás az nem volt igazán nagyon jó, és még valami hibát talált a kritikus, és a végén különben is elhozták Magyarország legrosszabb hegedűs. És ez én voltam, és erre én nagyon büszke voltam. Igen, hát nem fogsz itt reggelig ilyen reggedű történeteket megtenni. Még a zongoráról nem is beszél. Igen, hát a kis szerepről nekem is van élményem, én is végig turnéztem a revizorral. Igen. A le van szarva. Ja, igen, le volt. Ez volt a kimondírva. Bocsánat.
ki volt írva a szereposztás, és volt három pont, doktor Hübel, hogy az ki, és kérdeztem a Zsámbéket, hogy ezt ki játssza. Azt mondja, nem tudja, olyan kis szerep, hogy ezt nem megalázó, ezt nem akarja kiosztani majd valakit. Mondom, add ide, elfogadom. És tényleg eljátszottam ezt a Hübelt, annyi volt a szövegem, hogy le van szarva. Igen, ezt mondtam a Bán Janinak. Igen, és ezzel végig túlnéztem az egész világot. Úgyhogy nekem is van ilyen picike kis szerepről történet. Hát a három nővérbe Hollósi Frici meg behozott egy szamovárt. Ő meg szamovárral járt a világot. Ennyi volt. Igen, de hogy hozta be, az a lényeg? Hát na jó, hát ezért mondtam, hogy egy nézés néha többet ér. Igen. Na mindegy, hát ez a nem a három nem nővér szerepről. Nem mindegy, ki hozza be, ugye, és hogy. Igen. A sérelmeket egy színésznek el kell tudni viselni. Ja. Ezt Gobbi Hildától tanultuk, hogy ezen a pályán megsértődni. Tilos. Aki igen. Megsértődik, az menje haza és húzza le magát a WC-n, vagy köpjön fel és álljon alá, vagy nem tudom. Szóval például a katonát megelőzően is részem volt megaláztatásban, holott én, ha jól visszagondolok, 71-be szerződtem a Nemzeti Színházba, és pár évig utólag azt kell mondanom, hogy vezető színésze voltam a Nemzeti Színháznak, egymás után kaptam nagy szerepeket. És hát az nagyon nagy tüske volt nekem, hogy például Fábri Zoltán hívott engem a 5. pecsétre. Én lettem volna a fél lábú, amit Dégi Pista játszott Rembekül, hogy én milyen lettem volna, az már sosem fog kiderülni. De aláírt szerződésem volt, voltam a művégtaggyárban, ahol megkaptam a fél lábamat, és hát Marton Endre nem adott ki. Akkor később hívott Fábri a 141 perc a befejezetlen mondatra. Aláírt szerződésem volt, én nyertem a castingot, Bálint is játszottam, mert nem adott ki a színház. És akkor Fábri azt mondta, hogy ő nem tudja elinti, intézzem, mert hát mondtuk, én hogy intézzem, mert hogy menjek a Marton Endréhez, hogy hát legfeljebb úgy itt tudtam volna elintézni, hogyha elmegyek a színháztól. Abban az időben nem volt ilyen átjárás a színházak között. Aki a Nemzetibe volt, az ott játszott. Aki a Vígbe volt, ott játszott. Aki a Madácsba volt, ott játszott. Sose felejtem, volt egy beszélgetés, Törőcsik Mari és Psota Irén bejött véletlen a színházba, és így megállapítottak meg a Rutkai, hogy ők soha nem játszottak együtt. Pedig milyen érdekes lett volna. És akkor nem volt ilyen átjárás. Hát Básti Lajos, mikor a My Fair Lady-t játszott, akkor elszerződött a Nemzetiből, és átment eljátszani a My Fair Lady-t a Operett Színházba. Tehát akkor ez nem volt divat, hogy vendégnek átmegy valaki. Hát ez a 70-es évekről beszélek. Úgyhogy a sértődések azok oly fölösleges energiavesztések szerintem. Amit hoz az élet, azt hozza. Hát ez a pályához, hogyha van egy kis képessége, kvalitása az embernek, azon kívül 50% a szerencse. Mert a feladatot meg kell kapni, hogy eljátsza az ember, vagy meg tudja oldani. Hát ha nem kap feladatot, akkor senki nem tud létezni belőle. De hát mondom, én jobban viseltem ezt, mint Miklós, nekem is nagyon sok sérelmem volt, de én könnyebben tudok átlépni dolgokon, meg aztán nem viseltem tudom. Jobban tudtam talán dönteni. Hát ez egy másik aspektus, szóval hát természetesen, de el akartál te menni a Nemzetiből is, mondtam, Micu, várjál, ne menj, maradj. Igen, türelmetlenebb voltam. Igen, türelmetlenebb voltál, jó. De azért megvártam mindig. De. Igen, hát kívántam. Jó, kívántam, hát mind a ketten játszottunk talán elég sokat, amire talán lehet emlékezni, vagy nem. A pályám csúcsának tartom a mai napig, amit Császár Angélával, Benedek Miklóssal és én közreműködésemmel a Budapest Orfeum. Nekem ez volt, ez az etalon, ami, tudnék, ez nem volt kiírva a próbatáblára. Ezt az egymás és az ügy iránt való szeretet hozta létre. Együtt öltöztünk hány évet a Nemzetibe? Sokat, 13-at. Miklós bejön, ad egy cetlit, olvasd el, elolvasom, marha jó, mi ez? Azt mondja, nem tudom.
Jó, nem tudod, nem tudod. Másnap megijön hozzá egy szetlit, olvasd el, mondom, mi ez? Jó, marha jó, de mi ez? Ezt mondja, nem tudom. Aztán észrevettem, hogy az Angélához is jár egy öltözővel arrébb, és ott is megy a cetlieivel, és lerakja. Hát akkor ő már nagyon sokat dolgozott, anyagot gyűjtött, és az egész az ő fejébe állt össze. Mi a magunk lényét tudtuk hozzáadni, de nem volt rendező. Soha nem volt vita, hogy ki melyik számot énekelje. Ez így vagy adja elő, vagy vegye részt benne. Ez így szépen fölfűződött, és ahogy kiosztódottak a feladatok, az mindig telibe talált. Hát sokszor nyilván olyan is volt, hogy jó, akkor nem jó, mert hogyha ezt elénekled, akkor azt onnan... Szóval sokat dolgoztunk vele. Igen, az Miklós emlékek. Nagy fészekjáró ember volt, ugye nem baj, ha elmondom, nem hogy baj, nagy nem zsugás voltál, egyetlen sportot csinált életében. Háromszoros olimpiai bajnok a fia. Igen, még kapott. Valakitől tanulni. De várjál, hát de mi volt a te sportod? A kártyáztam. Nyitott ablaknál. Nyitott ablaknál, hogy gombaszögé, igen. Na. És mit akartál mondani? Elfelejtettem. Akkor átadom a szó. Igen, szóval ma már, ahogy nézem, akár a fiatalokat, akár a többi kollégákat, nem olyan érdekes dolog ez. Szóval annyira, én legalábbis úgy látom, hogy nem azt mondom, hogy érdektelen, nem azt mondom, hogy nem érdekli őket, hanem elmegy a levegőbe valahogy ez. Ez az egész színészet valahogy, nem érdekes manapság. Az egész színészet valahogy arra a pár száz emberre, vagy pár ezer emberre vonatkozik, akik minden nap ott vannak abban a színházban, és ha megfigyelik, mindig ugyanazok járnak színházba. Mindig ugyanaz, ismerősök vannak. Minden egyes előadáson ismerem ezt, azt a szomszédomat. Szóval nem nagyon terjed a színháznak a szeretet. Bárki bármit mond, szerintem. És egyszerűen az, hogy hát mi ezt megéltük, és úgy éltük meg, mint tulajdonképpen az előző generáció. A Kállaiékra gondolok, vagy a Sinkovicsékra. Már annyira sem, de azért mégiscsak csíptünk vala. Ők nem tudnak honnan csípni. Tehát most talán az utóbbi pár hónapban születik egy-két tévéjáték, vagy sorozat. Mindegy, hát sorozat. Nem szerepek, hanem valami, nem is tudom, mik ezek. Hogy az előző korosztályhoz mi azért jobban tartoztunk, és jobban tiszteltük, és jobban ismertük őket. Nem tudom. Hát ez ma történt velem, ha szabad elmondanom. Persze, aktuális. Nem, csöng a telefonom, fölveszem. Duna, és a TV2-ből keres valaki, és hogy holnap reggel 17:30-ra be tudnék-e menni, mert hát meghalt Német Ádám. Ki halt meg? Jaj, Horváth Ádám. Megszegény, igen. Meghalt, de hogy ez előfordul, hogy a televízióban valaki nem ismeri Horváth Ádám nevét, akkor az menjen a majmodtam hova. Hát ez felháborított. Természetesen nem megyek, mert nem vagyok kíváncsi a hülye kérdésekre, amit kapnék, hogy ki volt Horváth Ádám, vagy... Szóval hihetetlen. És hát ez mit ír, vagy mi aláhúzza azt, ugyanaz, mint hogy ma olvasnak az emberek, vagy nem olvasnak, mindig tisztelet a kivételnek természetesen. De hogy valaki leéljen egy életet ennél a kincs nélkül, amit úgy hívnak, hogy magyar irodalom, hát az hihetetlen. Hát hogy tud valaki szerelmes lenni Radnóti költészete nélkül, József Attila, vagy hosszan lehet sorolni? Hát az egész színészetem onnan indult kamasz koromba, hogy én nagyon jó táncoltam annó, imádtam rockizni, meg mit. De mit fogok mondani a kislánynak? Hát mert jártam tánciskolába, és bekem, Szasvai László vagyok. De aztán mit fogok mondani? És akkor elkezdtem verseket olvasni.
És hát abban csodálatos gondolatok vannak, és akkor szerez az ember magának egy barátot, az a tükör, és elkezdtem mondani, hogy majd mit fogok mondani a kislánynak. És aztán csak mondtam a verseket egymás után. Szavaló versekkel indultam, vert mezőnyben mindig, mert ilyeneket. Gáti Józsefnek van egy beszéd könyve, és benne volt egy lemez. Ilyen kis lemeznek hívták, ugye régen a lemezjátszóra lehetett föltenni. És Bihari József mondja Tiborcz panaszát. És annyira tetszett nekem, hogy ezt én megtanulom is. Ő csorda számra hajtja. Így mondta. Hát a gyerekek fetrengtek a rögéstől, nézzük, amikor iskolában volt szavaló verseny, tehát mindig a vert mezőnyben végeztem. Jó, de hát valahol el kell kezdeni. És aztán mindig, ez is egy szerencsé, hogy milyen magyar tanára van az embernek. Vagy színjátszó szakkör van az iskolában. Vagy önképzőkör. És az elnökét úgy hívták, hogy Bódi Gábor. Hát szóval ezek nem mindegy dolgok, hogy ki hova kerül, hogy mihez kerül közel, és hogy hogy tud elindulni. Hát aztán természetesen én a többi tárgyból már reál tárgyakra gondolok, bukásra álltam mindig. Úgyhogy, de olyan volt az iskola, hogy aki valamiben valamit teljesített, vagy színjátszó, hát kerületi versenyt nyertünk többször, meg sport, jól futottam, sokszor hasznát vettem. Ma már nem. De tehát mondom, ez borzasztó lényeges, hogy ki hogy kezdi az életét. És aztán, mikor az ember nem ért semmihez, akkor a jól futottára, a jól futottára elmondhatok egy történetet. Mondjad. Amszterdamban voltunk. És tudják, ott van a Kurvák utcája. És mindenkit figyelmeztettek, hogy ne fényképezzen. Mert akkor kijön a strici, és nagy baj lesz. És mementünk, hát természetesen hova mentünk először, a Kurvák utcájába, az ablakban vannak a kurvák, hát első pillanatra Szacsi fogta a fényképet, és lefényképezte. De nem innen. Mi? Zsebből. Innen, mellől. Mindegy, meglátták. Csak a azt nem tudtam, hogy villanni fog. Kirohant, kirohant valamelyik strici, Szacsi, mint a, nem is tudom, mint a Nurmi szaladt, mint a... 3 órán keresztül kerestük, nem láttuk, bebújt egy kapuhajba. Na jó, de és hát ott én... találtuk meg így. De várjál, meg nem tudok tájékozódni. És... elfutott Amsterdam, Rotterdamig futott. Hát nem kell nekem egy maflás egy ilyen hatalmas szekrénytől. Igen. De hát nem, nem a... Bocsánatot kérek, nem szexuális vonzalomból fotóztam. Hanem a kuriózumból. Kuriózumból, mert mit láttam? Hát kurvákat. Nem? Szabad befejeznem a mondatot? Tessék. Köszönöm szépen. Az egyik ablakban volt, már kint kezdte már a esti munkát, még sok ablak üres volt, és ott volt egy idős bácsi egy szár rózsával, és így állt. Hát ezt le kellett fotóznom. A szerelem nagy dolog. Hát azt, azért mondom, hogy, hát hogy ez nem, azért, azt, nem a nőt fotóztam én, hát láttunk már a nőt. Bácsit a rózsával. A bácsit a rózsával. Igen. Magyar irodalom. Magyar irodalom, igen. A bácsi a rózsával. Igen, emlékszem a Belvárosi Színházba. Egyszer csak vihar volt, és kiment a villany. És ott álltunk sötétbe, nézők is, meg mi is. A folyón túl Itália ment, ha jól emlékszem, igen. Mert az Andor is benne volt. És akkor az Andor odajött, és mondta, hogy meséljünk történeteket. És körülbelül 1 órán keresztül meséltünk történeteket, és baromi jó volt. És eszembe jutott, amikor a, mesélték, hogy a major Szolnokon a Lír királyt játszotta, és akkor még úgy olyan mozgása volt, hogy ilyen több székre tudott fölmászni, és a székek tetején az mondta a el, a, vagy a Puntilla úrban, és ott mondta el a végén a monológban. És ott volt egy sötét.
És azt mondta, leszólt, és azt mondta, ez a legjobb pillanat. Most előadást fogok tartani Brechtről. És fönn a szék tetején tartott előadást a nézőknek a sötétben. Hát mi is így voltunk, körülbelül egy órán keresztül meséltünk történeteket. És azért mondta a Szacsi, gondolom, hogy akkor nyugodtan lehet kérdezni bármit, olyan, mint a sötét lenne, nem fog kimenni az utcára, nem fogjuk. Csak mert ugye az a címe a műsornak, hogy ugye, hogy csak mi tudjuk, vagy milyen a címe? Igen. Csak neked mondom. Csak neked mondom el, igen, hát hogy legyen valami. Ugye, most azt akarom mondani, hogy sajnos azért nem kérdeznek tőlünk semmit, igen? Mert nem vagyunk annyira érdekesek, mint nekünk volt például a major, vagy... Tehát én úgy szoktam ezt fogalmazni, hogy igen, régen voltak a nagy öregek, most meg vannak kicsik. A kis öregek. Igen. Igen. Lehet, lehetséges. De hát megmondják, hogy ez a véleményük. Major, azt mondja nekem a X-ek előadása után, Szacsika. Az itt ment a kapu. Ráér. Hát mondom, persze, tanár. Én már nem vezetek, hazavinne. Akkor még a Haris közben lehetett parkolni. Kispolákomban jó megfelelt a... Remek. Begyömöszöltem valahogy a kispolákba. Kalap be volt neki húzva, de tudja, hol lakom. Van igen, Pozsonyi út. Akkor menjünk. Egy szót nem szólt egész hazáig. Leparkolok a ház előtt. Csönd. Szacsikám, ráér még. Hát mondom, persze, tanár, azt hittem, hogy akar valamit megbeszél, vagy esetleg egy szerepet ajánl, vagy valami. Azt mondja, akkor menjünk a Gellért-hegy utcába. Remélem, sejtik, hogy miről van szó. Végigfutott az agyán, hogy fölmegy, becsönget, és Beck Fülöp lánya nyit ajtót, inkább ment az Évához. Igen, nekem a legnagyobb az a majorral a előadás közben szóltak neki, hogy major elvtárs azonnal jöjjön, mert neki mentek a kocsijának. És hát rohant ki, egy Volkswagen-je volt, a vadonatúj, abban az időben, 80-as években. És egy teherautó neki ment a vadonatúj Volkswagen-nek, és ki ömlött belőle egy csomó cigaretta, ilyen csempész cigaretta, mindegy. Állt a művészbeláró előtt, és azt mondta, megnézte a kocsit, ami totál káros lett. Azt mondta, ha most lovam lenne, agyon kéne lőnöm. Ilyen szelleme ember volt, és igen. És de aztán... örök optimista, örök optimista. Hát kinéztük, mikor már mi ismertük. Kinéztük a lesőjukon, hogy nézők, hogy ültek 20-an. Hát Major elvtárs, többen vagyunk a színpadon, mint az, azt mondja, ilyenkor kell jól játszani. Nem, ilyenkor kell a legjobban játszani. Pláne, hát... Igen. Igen, hát mert azt vallotta, hogy ha bejött 20 ember, azt meg kell becsülni. Igen, mert az is vette a jegyet. Így van. Igen. Tehát az is egy érdekes, hogy most szinte nem telik el nap, hogy például a színész körökbe a major neve ne hangozzék el. Vagy, de így vagy hát hosszan... a Hollósi Fricivel, aki itt volt, hát, ugye, vagy Hollósi sokáig, Fricivel. A Végvári Hollósi, az is egy... Szóval számunkra, nekünk... Hogy is mondjam, az etalon mind a kettő. Az csudapalik voltak. Hát meg karácsonyra utolsó évében azt adtuk egymásnak, hogy már rég találkoztunk, és hogy átmegyek hozzá, és sétáltunk egy órát. Ez volt a karácsonyi ajándék. Mi 1000 éve ismerjük egymást, de olyan nagyon sok barát vagy kolléga így van, aki mit tudom én, szevasz, de hogy ne, kevésbé érdeklik az emberek egymást. De hát ugyanez van az utcán is. Hát durvaság van, senki nem beszélget, ülnek a padon, nyomogatják, ezért kedven volna odaszólni, szerelmes pár. Hát más hát is lehetne nyomogatni. Hogy az ember egy busz megálló előtt csak ezt látja, hogy mindenki áll és nyomogatja ezt. Jó, hát ez a mai világ. Ez a mai fiataloknak majd ezzel kell. Csak arra lennék kíváncsi, hát ezt mi már nem fogjuk megérni,
hogy majd, ha ők öregek lesznek, akkor mit fognak kifogásolni az ő gyerekeik. Hát, és hát ez így megy évről évre. A mi szüleink is fő voltak háborodva, hosszú hajon, meg a nem tudom micsodán. De hát ez ilyen az élet. Kicsit igen. Elkalandoztunk a színészettől, de hát a színház az egész világ. Ugye a színész benne minden, férfi és nő, fellép és lelép. Főiskolás voltam, Bánkban volt vasárnap délelőtt. Na, és akkor gyorsan kellett beszélni, mert meccs volt délután. Mindegy, de képzeljük el, hogy részeg volt a Sinkovics, a Ronyec és az Őze. Talán még a Raksányi is részeg. És van a, én voltam az írnok, annan tudom, és van a nagy jelenet a Gertrudisnak és a Bánkbánnak. És hát nem találták el egymást. Nem tudta leszúrni a Sinkovics a Gertrudis, mert egyszerűen olyan részeg volt, hogy mellé szúrt. És akkor kinnált szegény Gellei Kornél, aki valamelyik békétlet játszotta, és azt mondta, Magyarország, Meránia, X! De várjál, még tovább van a mondat. Igen? Az edző nyilatkozata egy pontért jöttünk Merániába. Igen, és ez megtörtént, így van. Hát aztán a színész életében előfordul, hogy elfeledkezik az előadásról. Ez velem is előfordult, még főiskolás koromban, Nemzeti Színházban játszottam egy inast, aki bejelent, hogy XY megérkezett, körülbelül ez volt a szerep. És hát a Katona József Színházban mentem előadást nézni, és előadás után hazamegyek, nézem a noteszt, hogy mikor játszom legközelebb, ma játszottam volna. Az borzasztó, hát ez borzasztó érzés. Évekig álmodik vele az ember. Borzasztó. És ezt a major is megtudta, meg és azt mondta, Zacsikám, ez velem is előfordult. Egyszer nem mentem be egy előadásra is. A legnagyobb tragédia, ami történetett. Senki nem vette észre. Igen, a Lukács Andor. Együtt játszottuk abban a Belvárosi Színházban, és nem jön. Nem jön. Fölhívta az ügyelő, fölhívta az öltöztető. Hú, megvan az Andor, moziba volt. Hát volt már egy bármilyen eset. A feleségével elment moziba, de szerencsére a mobiltelefonját elvitte magába, és az nem kapcsolta ki. Na, akkor jön. Igen, de ez már jön, mert 7:30 körül lehetett. Nem jön. Mi van a Lukács Andor, ha melyik moziból jön ez? Na, megérkezett kb. 3-8 körül, azt mondta, nem hiszitek el, mi történt. Mondom, nem, mondjad. Azt mondja, a mozinál beültem egy taxiba, mondom, Belvárosi Színház. A taxis elvitt a Radnótiba. Én kiszálltam a Radnótinál, és bementem a Radnótiba. Majd eszembe jutott, hogy nem innen késtem el. Visszamentem, és ott állt, hál' Istennek, még a taxi, amivel bevitt a Belvárosi. Elmondom, és én ezt felírtam, és minden előadásnál oda nyomom elé, hogy nézze meg, hogy mit csinált 1824-ben. De hát sokszor jött külföldi rendező a Katonába, és a reptérről egyenesen vitték a József Attila Színházba. Igen. Aztán be kell fejezni, mert lejárt az időnk. Tudnánk még rengeteg sztorit mesélni. Hosszan mesélted azt a izét. Melyik? Azért nem tudunk most még pár sztorit elmondani, azt a hegedű dolgot. Sokkal hát rövidebben kell. De hát a zongorát nem is mondtam. A zongorás az kétnapos. Nagyon szépen köszönjük a türelmüket, a meleget. Jó éjszakát! Jó point elmondtam, úgyhogy sajnos. Igen? Nézzék meg a végén a tévében, mert nem tudom ezek után mi lesz még. A mi életünk hogy találkozott az aranyérben, azért nagyon, szóval én olyan, mint hogyha földúton görögtem volna, te meg autópályán mentél. Hát azért. De ez nem azt jelenti, hogy ez egy pikét megjegyzés, tényleg így volt.
műsort támogatta a Douglas.